Az elmúlt időszakban döntés született arról, hogy megszüntetjük azt a két hulladékszigetet, amelyet már az előző heti filmünkben, kisfilmünkben önökkel megosztottunk. Sok vélemény és kommentár érkezett, amelyet köszönünk. Előjáróban engedjék meg, hogy elmondjam, hogy Kiskunmajsa teljes belterületi szakaszán van egy kommunális szállítás és van egy szelektív szállítás is. Önök nagyon jól tudják, a sárga fedeles kukákba házhoz menő szelektív gyűjtés van. Abban az esetben, hogyha ez a kuka megtelne, akkor van lehetőség azokra a gyűjtőszigetekre elvinni a szelektíven gyűjtött hulladékot, amely adott esetben be tudja ezt fogadni. Jelen pillanatban ez nem közterületen lesz, hanem éppen a Városgazdálkodási Intézménynek a kerítéssel védett területén. Ez az intézmény 6 órától 14 óra 20-ig fogadja a beérkező szelektíven gyűjtött szemetet. Abban az esetben, hogyha önök ettől eltérő időpontban vinnék, mondjuk szombaton, akkor a hulladék udvarba tudják elhelyezni ezt a szelektív szemetet, ők is térítés nélkül tudják befogadni. Bízunk abban, hogy önöknek is fontos Kiskunmajsa tisztasága, köztisztasága. És nagyon reméljük, hogy ellentétben a kommentekben lévő, hát elég szkeptikus véleményekkel, a régi gyűjtésszigetek helyén nem egy kommunális hulladéklerakó, hanem adott esetben egy gondozott terület lesz. Ezért kérjük Önöket, hogy a Városgazdálkodási Intézmény területére hétköznap 6 órától 14 óra 20-ig, vagy éppen a hulladék udvarba, akár hétvégén szombaton vigyék ki a szelektíven gyűjtött hulladékot.